Jelképes szalagátvágással kezdődött a projekt záró ünnepsége, hiszen város szerte, így az Esperantó sétányon is használják már a bringások az utat. Komplex fejlesztést jelentett a beruházás, lévén kialakítottak egy összefüggő úthálózatot, és számos szolgáltatás válik elérhetővé. Mint Habis László polgármester felidézte, a fejlesztés több szempontból is különleges volt, hiszen az eredetileg 500 millió forintban maximalizált uniós támogatást sikerült több mint 70 millió forinttal megemelni, amihez még 220 milliós önerőt biztosított a város. Úgy fogalmazott, a korábbi egri kerékpárút morzejelekhez hasonlított, mostanra több mint 10 kilométeres összefüggő út áll az ide látogatók és az egriek rendelkezésére. A projekt ugyanis turisztikai attrakciófejlesztésről szól, de a beruházás a mindennapokban is jelentős. Ha nem attrakciófejlesztésként tekintjük, akkor az élet mindennapjaiban ez nagyon sokat jelent majd mind az egrieknek, mind a környékbelieknek, hiszen akár az iskolába járást, akár a munkába járást nagy mértékben segítheti majd. Hozzátéve, hogy sok-sok kapcsolódó beruházás is megvalósult, hiszen 10 helyszínen kerékpártámaszokat építünk, egy elektromos rásegítésű kerékpár rendszer kölcsönzése is kialakul. A polgármester szólt arról is, hogy a beruházás több mint 130 ingatlant és mintegy 600 tulajdonost érintett. A tavaszi kerékpáros szezon kezdetére elkészül a kiegészítő infrastruktúra, azaz helyükre kerülnek a kerékpártámaszok és az eligazító táblák is. A kerékpárút a déli, Egerszalóki elágazótól egybefüggően vezet a városon keresztül a Felsőtárkányig tartó kerékpárútig, majd innen tovább a Bükki, kijelöléses szakaszon, Lilafüreden át egészen Miskolctapolcáig, illetve Ómassáig. A Bükkben az országos közút mentén kitáblázott kerékpáros útvonal húzódik, 10 kilométerenként kerékpáros pihenőkkel.